A sportrendezvény célja az iskolák közötti kapcsolattartás, szakmai tapasztalatcsere, a résztvevő diákok versenyeztetése, a két sportág népszerűsítése, valamint a magyarság összetartozásának erősítése volt. A gyerek nagyon szeretnek versenyezni, és mindenképpen lehetőséget kell adni. Ugye most a Covid után ez nagyon-nagyon-nagyon jó történet, hogy újra be tudott indulni ez a versengés. Az összetartozás tornája volt ez többek között. Ugye adtunk lehetőséget gyereknek versenyezni is, de másrészt, hogy megismerjék, hogy Magyarországon kívül is vannak magyar iskolák, magyar gyerekek, és lehetőséget kaptak a barátkozásra. A fiú labdarúgó torna a Győri Bercsényi Miklós sportiskola győzelmét hozta. A siker nem volt véletlen, hiszen a foci fontos szerepet tölt be a fiúk életében. Összeszokottak vagyunk, hát heti szinten szoktunk gyakorolni, reggelente, mikor testnevelés órák vannak, aztán hát a tanárunknak köszönhetően többet szoktunk edzeni, mint szerintem a többi iskola. Mindenki igazolt játékos nálunk. Van, aki NB3, NB2, NB1, van, akik fiatalabbak, azok NB1-be, idősebbek, van, ahogy felnőttbe, van, aki még csak utánpótlásba. A Bercsényi Miklós sportiskola már említett csapata a döntőben nagy csatában 4-3-ra győzte le a házigazda középfokú sportiskola B csapatát. A lány kézilabdatorna a Dunaújvárosi SC Rudas győzelmével ért véget. A színvonal mindkét sportágban magas volt.